Fiharral köszöntök ezen a csodás napon. Hogy vagytok, kacok? Meséljetek, mi a helyzet veletek? Mik történtek veletek az elmúlt pár órácskában? A mai nap lesz ma egy-két dolog. Folytatjuk a Barca karriert. Ez lesz igazából a fő momentuma a napnak, úgy terveztem. A GT az csak ilyen kis kiegészítő lesz, hogy azért valószínűleg bele fogunk majd merülni ugye a Barca karrierbe, és ez eléggé le is fog szívni bennünket az életről. Úgyhogy majd a GTA szépen visszahoz majd bennünket az élők közé. Úgyhogy ez a terv, ez az elképzelés. Ennyi igazság szerint. Nem is nagyon történt most úgy semmi extra dolog, hogy őszinte legyek itt felém. Maximum annyi, hogy eszembe jutott, hogy tegnap vagy tegnap előtt szerettem volna megnézni még a Batman trailert valamelyik adás elején. Hát ez nagy valószínűséggel most fog megtörténni, mert hogy van új trailer a Batmanről. Hát nem sokan nézték meg egyébként ezeket a trailereket, hogy őszinte legyek, hát 400 ezer ember. Míg az egy évvel ezelőtt kirakott trailer, az konkrétan 38 millió megtekintést már elért. Őrület. Őrület egyébként, hogy... Ez hogy? Több mint egy év... Mikor rakták ki ezt a trélert? Augusztus 23-án, tehát ez azt jelenti, hogy több mint egy év ez a film már legalább készül. Figyeljetek, hát a trélerhez már voltak bőven-bőven jelenetek. De már mikor? Hogy a csodával? Meddig forgatnak egy filmet? Nem tudom. Egyébként, tehát totálisan laikus vagyok ilyen téren. De muszáj válaszolnom egy üzenetre. Tudva. Végre GTA. Hát, ja, így van. Egy másik nagyon fontos információ. annyi, hogy a RTS 2-vel kapcsolatos, és tegnap láttam, hogy Tomi kollega felrakott egy képet. Gyertek fel nyugodtan a Discordra, meg lehet nézni, RTS 2 rangot vegyetek föl, és a csevegőben található egy nagyon érdekes kép, ami egyértelműen azt bebizonyítja, hogy ugye hivatalosan 8 fősek lehetnek ezek a multik, ETS-2-es konvojozások, viszont itt egyértelművé tett ez a kép számunkra, hogy bőven több mint 8 fő befogadására alkalmas a játék jelenleg, és ők ezt meg így csinálták, tehát konkrétan itt egy képen fő van a sorokozva egymás mellé a kamionok. Nagyon durva, tehát itt vannak legalább vagy 15-en. Ami azért durva. A kérdés az, hogy hogyan tudták megcsinálni. Ennek jó lenne utána járni valahogy, mert hogyha ez meg lenne, akkor végre nyugodt szívvel lehetne szervezni bazi nagy konvojokat, akár versenyeket, bármit lehetne, hogy valami a kis aprócska tétekkel megspékelve. Úgyhogy mert tényleg most ez nagyon-nagyon sokat dobhat majd azon, gondolom, hogyha a férőhelyek számát majd így lehet bővíteni. Értem, így már Sprays. Tehát ez a film már régeség kész, csak azért húzzák, hogy mindenki lehető legtöbb pénzt tudják bezsebelni belőle, gondolom. Ezek szerint. Úgy értelmezem ezt. Jól értelmezem? Szia Vámosi, szia Kozmusz, szia Szafu, szervusztok. Az igen, hát ott mi történt, kijeltek? Már akkor reggel korán gyomorvosásra vittek valakit, vagy mi? Vagy csak szimplán valaki úgy rosszul lett a reggeli kávézgatás közben, vagy ha. Ez egy elég rossz napindító lehetett. Így van? De jó. Ráéreztem. Nagyon szuper.
Jól van. Úgyhogy erre valahogy rá kell jönni. Fazze. Na kérem szépen. Hol van ez a trailer most meg? Elkavartam? Nem kavartam el. Na nézzük meg kérem. Így indul. Jaj, de jó. A zene az jó. Kalmi 91 szurkol, X600, iéééé, hello! Na pipipáltuk a motoros jogsit, ez is megvan. Gyönyörű. Gratulálok tényleg, ilyen is. Szép, tapsvihar neked. És köszönöm szépen a szurkolást. Jó, akkor robbanhat a pezsgő, kérem szépen. Terusz, Kalmi. Egyszerű volt amúgy? Milyen volt? Laza volt az egész? I'm vengeance. What's black? Nagyon jók a zenék. Hát szerintem ez a film is olyan lesz, hogy az előzetes jobb lesz, mint maga a film. Ha-ha-ha-ha! Ne vagyi! Mindjárt megindoklom, hogy miért. Nem volt pénz Christian Bale-re szerintem. És normális színészekre. Jó, mondjuk persze, tehát valamikor a no-name... Tehát mindenki no-name, tehát mindenki ugyanonnan indult szinte majd, hogy nem. Ebben biztos vagyok, csak egy ekkora, tehát én úgy gondolom, hogy a szuperhősök közül a legnagyobb szuperhős, én úgy gondolom, hogy az Batman. Nekem legalábbis biztos gondolkodás nélkül, az ő. És hát ez egy elég elfusarált próbálkozás már megint, én úgy látom. Tehát itt nem mozgott rosszul amúgy Batmanként ennél az akció jelenetnél. Hol van? Itt. Itt nagyon jól mozgott. Akció közben. De ahogy megszólalt például, meg ez az arc kifejezés, tehát ez az arc, amit látszódik a maszkból, hát ez ilyen... Nem tudom, nekem így... Húságosan ilyen modern fiúcska. Ez is. Ez ilyen... Azeg. Ez a hang? Elég volt. Még annyi, szerintem. Szavazzunk? Kinek hogy tetszik az új Batman? Na, erre kíváncsi vagyok. Így a legegyszerűbb. Kinek hogy tetszik az új Batman?
Tetszik. Nem tetszik. Az meg... Na jó, ilyen harmadik opció nem lesz. Már megy. Le volt nyűgöz a vizsga biztos. Körülbelül fél óra volt. El volt a kicsit csúszva időben. Az tökéletes akkor. Jó. Nagyon jó. Az előttünk lévő két motoros lebaszta nagyon, mert azok nem figyeltek nagyon az irányjelzőre, meg a holtér ellenőrzése. Nálunk meg oké volt minden. Hát azok hogy? Hát miért voltak ilyen buták? Hát... Eddig beléd azt beleverték rendesen, ahogy levettem a beszélgetéseinkből. Mondhatni így. Urván kifejezve. Szia Lajos Hamilton. Nem az sikkes. Persze, Vámosi, hogy ne lehetne csatlakozni? Hogyne. Hát, még szép. Szia, Ádám. Csak is flash. Na, nézzük a szavazást. Na! Állj, de most belétek beszéltem, tuti. Jó, 75%-ban nem tetszik, nyert. Hát jó. Nem vagyok meglepve igazából, akinek ez tetszik. Hát most... Mondjuk azért kíváncsi lennék, hogy a korosztály, hogy mely, milyen... hány éveseknek tetszik ez a film. Mert úgy gondolom azért nem mindegy, hogy ki, hol, miben nő bele. És ez azért nagyon meghatározó lehet ilyenkor is például, szerintem. Nem, ezt nem rosszul kell érteni, egyébként félrejtés ne esik. Tehát attól még, hogyha tehát ugyanúgy van, meg lehet véleményed, félre, akár hány éves vagy, nem erről van szó, csak mondom, nem mindegy, hogy hogy nő bele az ember, miben nő bele. A mai fiatalok már kijönnek anyukából, aztán már kérdezik, hogy mi a wifi ez anyuka. A régi fiatalok, meg mikor kijöttek, mondjuk egy 20 évvel ezelőtt, akkor meg az volt a kérdés, hogy melyik gumit vegyem a boltba, anya? Baránosat, vagy a málnásat, vagy melyiket? Milyen márkájú legyen? Van különbség. Jónak ígérkezett ez a példa, de nagyon elfuserált lett itt a végére, franc egye meg. Szia Zsig! Szevasz Bálint! Szia Avi! Van-e pacal? Vagy az? Így van! Így van. Steven, hiába veszel föl, Vámosi, mert a Social Clubba kell fölvegyél. Igen. Az Eperes gumiért oda vannak a lányok. Nem tudok erre mit mondani egyszerűen. Nem tudom, mi értelme van. De jó. Nagyszerű, hogy ilyen létezik. Komolyan mondom. Tök jó. Őrület. Hol a zene közben? Na. Jó van, skacok. Remélem tényleg, hogy azért a hackereink ráállnak most arra a dologra, hogy azért itt tudjunk jól konvojozni. Na, napok óta érek egy kérdés. Na de jó, végre. Ki vele? Ne tarts magadba. Vagy, hogy ez annyira foglalkoztatott téged ez a kérdés, hogy nem tudtál miatt aludni, mi? Őrlődtél. Mert ha igen, akkor nem válaszolok. Mert nekem ez így jó. Őrlődj. Kész. Jaj, de lehordtam amúgy ezt a Batman filmet. Tomorú. Az a baj, hogy olyan magasra van téve a létsz, hogy őrület. Nagyon. Nem tudok elvonatkoztatni a Christian Méles Batman-től egyszerűen. Nem lehet. Ez hihetetlen. Ez a csóka... Nem egy rossz színész valószínű. De ez a Robert Pattinson, vagy kicsoda... nem jó. Modell gyerek, nagyon. Nem, ilyen szerepre egy ilyen kis... modell, sejjen fiúcskát, nekem totál ez a benyomás arról, és ezt most nem egy ilyen rossz személyeskedésként vegye, hanem annyi, hogy igazából, hát én is tudom azt, hogy beismerem, én nem lennék jó Batmannek, bazd meg, hát nem lennék jó. Az biztos. Mert én mindenkit nagyon vernék, az nem jó, fölösleges dolog. Úgyhogy ez igazából ennyi. A hajamat a fejhallgató felrakása előtt, vagy utána állítom be.
Ha előtte, akkor a megfelelő helyeken lenyomja? Úgy csinálom, hogy... Az a baj, hogy minden nap olyat kell mossom. Ez így gáz nagyon. Tehát körülbelül 2-3 naponta kellene igazából, hogy a haj tudjon regenerálódni, ahogy elvileg, ahogy utána néztem. Viszont az, hogy mindig így nézek ki, mert nekem ez így tetszik, lehet, hogy ez így nem annyira jó, lehet, hogy... Csak az a baj, hogyha ez most nem így, nem ezt csinálnám, ezt a metódust, akkor nem nézek így, hanem ilyen összemosott, ilyen valamilyen kis szírszarnak tűnne. Nekem legalábbis tényleg arról van szó. Utána meg van mosva, szépen hagyom szárazabb, megpróbálom a lehető legszárazabbra törölni, és ha úgy hagyom. Hogy próbálom a lehető legkevésbé szárítani a hajamat a meleg levegőben. És ezt követően pedig van egy olyan fésűm, ami főbb melegíthető. Akkor azzal, hogy csúcs, kicsikét. Attól, hogy szépen kiegyenesednek a szálak. Majd ezt követően megfogom, és a tegyenembe csapok ebből a viaszszerű, nem tudom mi ez, wax, vagy benne tudja, hogy micsoda. Azt is szétkenem, és akkor csúcs, kész. És itt vagyok. De mielőtt egyébként beköszönnék, felrakom a felhallgatót természetesen. Megnézem, hogy minden fasza. Minden fasza? Oké. Okay. És akkor milyen tisztelt publikum? Üdvözlök mindenkit nagy tisztelettel! Szervusztok országos kedd! Hello mindenkinek! Mizu van? Kinek hogy telik a napja? Ennyi. Így történnek a dolgok. Kéne erről egy ilyen kulisszák mögötti videó. Ez nagyon tanulna. Nagyobbat, mint a Putri túr. Ja. Ja, nehéz überelni a 10 évvel ezelőtti filmet. Most ilyenkor komolyan bennem megfogan a kérdés, hogy velünk van a hiba, vagy tényleg egyszerűen annyira magasan van föltéve az a kurva léc, hogy ezt nem tudják megugrani, de ez kétlem. Tehát azért manapság olyan filmek vannak, őrület. Olyan akció jelenetekkel. És a Batman azért jó, mert ott nincs semmiféle szuper képesség, bár lehet, hogy azt már könnyebben meg tudnák oldani, mint azt, hogy a Batman csak röpül mindenhol is. Ja, ez így kell. Avi, csak az a helyzet, hogy miután leveszem a felhallgatót a fejemről, akkor meg ugye itt ezen a részen le van lapulva, mint az állat. Egy pillanat. Bocsánat. Köszönöm szépen. Annyi, hogy... Ha megyek néha egy esténként boltba, akkor viszont sapkával, mert... Biztos, hogy nem csinálom meg. Hát ez ki van zárva. Mert hiába beletúrok, tehát össze-vissza lehet állítgatni ugyanúgy, de... Nem jó az már úgy. Szar. De most majd szombaton elmegyek egy fodrászhoz, aki megcsinálja, hogy valahogy nézek ki ezen a fesztiválon. Alapvetően elviselhetővé lehet alakítani, csak kell egy ilyen jó átmenet, hogy ilyen lépcsőzetes legyen, ahol nagyon hosszú, tehát a forgómtól, a főforgótól egészen előre, de a homlokomig, egy ilyen lépcsőzetes, ilyen Elvis Presley-s tűzvarát kell pirálni, mert a hosszúságát én nem tudom vágni, tehát ez kurva nehéz egyedül, ez lehetetlen küldetés szinte, úgyhogy az sajnos fodrásszal kell megoldanom, mert amúgy meg hát nem ott mennék fodrászhoz, mi a szarnak, hát ezt egyedül is meg tudja csinálni bárki. Két tükör, kész, ennyi. Van egy fő, meg van egy ilyen mozdítható, oda viszed a vakarat, az kész. Ezt ajánlom mindenkinek. Egyébként. Ugyanannyi idő alatt egyébként megvan, mint hogyha egy fodrász csinálná, vagy egy fodrász jönne házhoz, vagy te mész el ide-oda,
meg lehet mindent csinálni ugyanúgy. Van a nagyon jó ilyen hajvágáshoz szükséges kellékek, most nem akarom a fodrászokat tönkretenni, de hát kurva drágák. Úgyhogy ez van. Ne szórakozzunk egymással. Ennyi igazság szerint. Ez úgy néz ki, Lajos, hogy mindig nap elején, körülbelül ilyen 10 és 12 óra között mindig kirakom, hogy 12.08-kor kezdés van, hogyha hétköznap van, kivéve vagy a péntek, akkor Andi nap. És mindig akkor kírom, hogy mire lehet számítani, viszont csak egy körülbelüli menetrend ez, olyan értelemben, hogy mettől meddig tart az X, mondjuk most a FIFA. Elkezdjük valamikor a FIFA-t, aztán az kész. Meg ameddig van kedvünk vele menni, addig nyomjuk, az ennyi. Sima lima. Egyszerű, de nagyszerű. Ennyi. Szia, Dávid. Szia. Bolae. Üdvözöllek. Nem tudom, hogy hogy kiejteni a neved, ne haragudj. Jól ejtettem? A K betűt az nem tudom kiejteni. Nem jól, jól ejtettem tényleg. Szia, Arsd. Na, közben szépen megindulunk Barcelonába. Halleluja, halleluja. Vasárnap lesz egyébként. Még. Abszolút vasárnap. Hogy mikor, azt nem tudom már. De majd holnap kiírok valamit, vagy holnap után ezzel kapcsolatban. Bejelentések szobában a Discordon. És akkor ott majd lehet tudni az infókat. Vagy tiktop.hu. Oda föl kell venni, aztán kész. Aztán van valami kuponom is. A nevemet kell csak beírni. Az kész. 10%-os kupon. Valami ilyesmi van. De majd holnap kiírom. Discord. Aztán akit esetleg érdekel, az jó. Ha meg nem, akkor nem. Nem nincs ebből probléma. Ez tényleg csak egy ilyen közösségi, egy ilyen özvetlen közösségi megmozdulás igazából. Bazd meg, ez nem a csapatkarrier. Bocsánat. Igazad van, köszönöm. BL kibeszélő nem lesz este. Aguero. És milyen meccsek leszek este, mindjárt mondom is. Bruges City, az egyszer biztos, arra emlékszem. Atletico Liverpool, az igen. Az nem néz ki rosszul. Besiktás Sporting. Ajax Dortmund. Na, az még egy jó meccs lesz. Az egy nagyon jó meccs lesz pedig. És az egyik tévé se adja. És ezt mi indokolja? Jézusom. Porto Milán. Inter Sheriff. PSG Lipcse. És Shakhtar Real. Hát egy Shakhtar Real adni, bazd meg. Vagy egy Bruges City meccset. Tehát minek adják a Cityt? Most őszintén, minek? A Sport 1 adja. Vagy valamelyik Sport TV, az a lényeg. Sport 1, Sport 2. Helyette ott volna az Ajax Dortmund tényleg. Hát ez hihetetlen. De szánalmas. Ajax Dortmund lesz szerintem a nap mérkőzése. Meg a Atletico Liverpool is jó esélye pályázik rá. Hát a PSG az elveri a Lipcsét kegyetlenül. Szerintem. Hogy áll a PSG? Ja, elveri, így van. Győzelmi kényszerben van a csapat. Ha meg nem, akkor Pochettino repül, szóval. Nagy dolog nem fog történni. Mit gondoltok, melyik lesz a nap mérkőzése? Azért mondtam egyébként az Ajax Dortmundot, mert mind a kettő csapat olyan, akik mennek, mint a rakéta. Hát az Ajax meg úgy focizik, hogy hát gyönyörűen.
Ja, komolyan? Csoki nyuszi. Ó, nem mondod. Ne haragudjatok akkor. Hát ezek szerint megint van eltolódás időbe. Aha. Igen, tehát 7 órási a City, 9 a 2 7 órás meccs, vagy többi meg 9. Ja. Akkor is érthetetlen. Akkor mit tudom, mondjuk a Shakhtar Reált? Tegyék át az Ajaxra. Most őszintén, Shakhtar Reál miért lenne jó? A Shakhtarról rendkívül jó statisztikák vannak, hogy nagyon jó mutatókkal rendelkeznek, hogy nagyon jó támadó focit játszanak, de ezt egyszer sem láttam még kamatoztatni tétmeccsen. Ilyen komolyan meccsen. Úgyhogy ura nekem ez a Shakhtar. Én... Ez azért is lehet egyébként még érdekes, mert a Reálnak a védelme az nem jó. Hát lehet, hogy belefutott is egy vereségbe a Reál, ki tudja. Ja, Percival. Hát mikor kezdtük ezt a karriert, kérlek szépen? Hát, nem tudom ezt pontosan megmondani. De egy adásba került ez sorra. Vasárnap? Talán. Szombaton? Ajax megint nagy formában van. Ja, így van. Van ez Fradi meccs is. Ha? Hogy? Biztos, hogy van ez? Celtic FTC 16:30. Micsoda? Hogy a csodába? Ez mi? Kedden? Európa Liga meccs? Vagy mi? Konferencia? De ez hogy a csodába? Hát ezt meg kell tárgyalni most. Már megint, ha harmadjára nyitom meg az eredmények.com-ot, ha mindjárt hülyét kapok. Tényleg? Európa Liga? Skóciában lesz a mérkőzés. Hoppá! Na! Érdekes. Ez jó. Ez jó. Hát harmadik hely az talán meg lesz a Fradinak. Az nagy dolog lenne. Minél tovább ott lennének a nemzetközi kupákban. Ugye a Celtic nem játszhat egy napon együtt a Rangers-szel, azért megy ma. Mert közös a stadionjuk? Ezek szerint? Ezt ugye múltkor tudtam meg egyébként, hogy mind a kettő csapat glasgow-i. Hát te hihetett, a kettő gigala csapat. Őrület. És hát elég nagy riválisok. Atya világ. Köszi az infód, Gergő. Ez egy nagyon érdekes... Érdekes dolog. Azért van, mert mindkettőnek a BL-ben lenne a helye, csak szegények az Európa Ligába kerültek, de az érzés maradjon neki BL-es. Szép volt. Szép volt. Korrekt. Jól van. Pacok, múltkor elkezdtük tesztelni ezt a taktikát. És nem jó. Hővítem 44-re a szélességet. Na de várjatok, ezt át kell állítani. Őt attackingot is átállítjuk. A szélességet. Azért állítgatom most ezeket a dolgokat, mert nem jó egyszerűen, tényleg. Ez annyira szűken játszik a csapat, hogy amikor beraktuk például az alaptaktikát, sokkal inkább a régi Barszára emlékezhetett az a játékstílus. Kurva jó volt. Áj, nagyon jó volt. Constant pressure kell, hát majd ezeket letesztelgethetjük később. Most egyelőre ennyi.
De majd emlékeztessetek később nyugodtan, hogy vala... Elfelejtettél valamit letesztelni, úgyhogy... Ez fontos. Őket itt megcseréljük elől. Jó. Defenzív. Így. Nagyon jó. Nagyon jó. Aguero pedig akkor marad a csapattal. Nagyon jó játékos. Szia Kevin. Annyira jó mozog. Labdával és labda nélkül is, hogy őrület. Nagyon jó. Leigazoltuk ugye Zinchenkót, aki nem egy jó igazolás volt, hogy őszinte legyek. De még van pénz. Elvileg még van pénz. Leigazoltuk Deliktet még. 120 millióért talán, vagy lehet, hogy annyi, annál is több volt. Leigazoltuk Thiagót, Sánchez-t, Alexis Sánchez, a régi idők emlékére majdnem Iniesta-t is leigazoltuk amúgy. És ennyi. A cél az tényleg, hogy a lehető legfaszább Barcelonát összerakjuk, a lehető legfiatalabb Barcelonát összerakjuk. Ez a cél. De úgy nagyon tényleg ez a cél most. Géza. Aha. Garcia 20 éves. Géza 22. Hájjáj. Minusz 2-es az a sharpness. Nem néz ki túl jól. Depay. Depayt eladjuk. Nem kell nekünk Depay. Nem tartom egy nagy játékosnak, hogy őszinte legyek. Van ára sokkal jobb. Jó, mondjuk itt a FIFA statok alapján brutál jó játékos, meg jó mozog a labdával. Nagyon jó mozog. Tényleg nagyon jól. De komolytalan. Nem akarom én őt sztárolni, hogy őszinte legyek. Nem. Egyszerűen fáj. Valóságban így is sztárolják eleget, bakker. Nem akarom. Hollandot kellene még amúgy leigazolnunk. Megpróbáljam Aguero-t eladni? Vagy... hogy mi legyen? Hogyan volna ez jó? De az a helyzet, hogy jelenleg előre... Várjál, ne is így nézzük, hanem így. Mert itt látható, hogy csatárposzton, ahogy átvágyjuk a B csapatra a taktikát, csatárposzton van probléma. Tehát ott, oda nincs emberünk konkrétan. Ami azért elég nagy gáz. Most látom, hogy a B csapatnál Araújót le kell cserélni. Gézára. Így, nagyon jó. Úgyhogy ennyi. Ebben a Barszában még Zsuzsák is befér. Á, ilyen Braithwaite-eket én nem akarok játszatni. Á. Szimplán a közös... a TV közvetítés miatt vannak külön napon. Á, nem á. Tehát akkor a Celticnek és a Glasgow Rangersnek nincs közös stadionja. Érdekes akkor. Akkor tényleg mi lehet? Ja, jogos kérdés lett volna, Barni. Viszont a probléma az, hogy 220 milliót kérnek érte. Annyi pénzünk nincs. De hát itt látható, hogy egy jó pár játékosunk föl van rakva a piacra. Tehát, hogyha Depayt elvinnék, akkor már sokkal jobbak lennénk. Hát egyszerűen nem akarják őket elvinni. Coutinho-t is elvihetnék mondjuk, bakker. Itt van a Collado gyerek is, hát szóval Coutinho se kell, öreg, nem jó. Meg nem vagyok benne elégedett, amit ilyenre nyújt. Összemosom a valóságot a virtuális valósága, de ez van, de hát most itt kiélem magam. Ez erről szól. A saját elképzeléseimet megpróbálom itt megvalósítani. Hagyjuk így. Akár. Valami kinti konferencia miatt tartják ma a Celtic-Fradi meccset? Aha. Hoppá.
Érdekes dolog ez. Szia, Runner! Így, ahogy mondod, kérlek. Ja, vagy igen, lehet, hogy a olcsóbb a Candy Rappi egy a Fradinak, hát persze. Így van, gyönyörű. Hello, wherever you happen to be, welcome to Catalonia, welcome to Barcelona. My name is Derek Ray, sitting alongside me in the commentary box, providing expert analysis, is Stuart Robson. An action coming up from the Spanish top division, La Liga. It's Barcelona versus Getafe. Well, Derek, when looking forward to this game, you can't help but notice there are some great matchups all over the board, particularly in those central areas. Whichever team wins more of those battles will win the game. Hogy mondják a játékosok nevét? Szia, Matez! Kölcsön szóba se... Ez jó ötlet. Megpróbálhatjuk esetleg ilyen opciós joggal. Esetleg vagy valami hasonlót ajánlani. Érte neki. Ja, Tonyika, jó reggelt neked is. Tényleg a srácok, de jó haja van. Azta, hogy lobog. Ez a jó. A Fati gyereknek, aki 18 éves, alig 18 éves, meg van csinálva a feje. Szinte teljesen valósághű. De durva. Nagy erő, gyerekeket, kezdjük a mérkőzést. Állé, állé. Remélem, hogy sikerül jó játékot nyújtani. Nyomjuk meg. Jaj de jó. Óriási szurkolás van már most, érzem. De Jong amúgy, így, hogy boldog, jó a morálja, a meccs élesége is teljesen korrekt szinten van. Egyszerűen annyira jó mozog a labdával, hogy őrület, meg labda nélkül is. Olyan gyors, hát félelmetes tényleg. Szépen tikitakázunk amúgy. Áj, Sánchez, de szépen mozgott be pedig. De Jong lefejeli. Alexis még mindig. Jó, van, nyugi. Pedri, jaj, Thiago, jaj. Test. Gyönyörű. Azt a kurva. Haja végre kell. Mi ez? Gyönyörű foci volt. És az kapufa. Ó, Fati, az istálóját, mekkora helyzet volt. Egy picikét megemeltük az öregnek. Majdnem el tudta hozni, hoppá. Szép védekezés, jó védekezünk. Jó mozogtak a srácok, nagyon jó mozogtak a srácok. De szép lassan fölépítjük a támadást, nem kapkodunk, fölösleges. Úgyis megállnék a kapujuk előtt adogatni. Azért nem akarom itt gyorsítani a labda felhozatalokat. Szépen felkocogunk, szépen fölpasszogatjuk a labdát, kész. Erről van szó. Így. Majd megmutattam, hogy kell itt birtokolni azt a kurva labdát. Olyan nem lesz, hogy itt nem... Ha komolyan mondom, gyökeres változásokat fogok eszközölni egy-egy mérkődés után. Örjöngeni fogok a sajtótájékoztatók, hogyha egyszer nem tudjuk jobban birtokolni a labdát, mint az ellenfél. Olyan nem történhet meg. Zinchenko. Hova? Szöglet. Deliktet ide húzzuk, vagy Araujo, az a meta. Gyere! Jó! Nem jó. Most azt nem... Ja, azért mondom, jó van. Ehogy itt Aguero szerencsétlenkedjen nekem, mert akkor hideg baj lesz. Jó! Ijaj! Na még egyet! Az istálóját, Aguero majdnem ráolózta. Ki Zinchenkónak, nagyon szép. De BL amúgy mikor lesz? Alexis! Nem tudom gólt tőni vele, basszus. Szia, Erdő! Az lesz, igen, úgyhogy... Úgyhogy készülhetsz jó pályákkal. Ha csinálsz jó pályákat, akkor jöhetsz. Ha nem, akkor szerencsejáték. ZRT
Bár sok szeretettel. Na mit szólsz? Áll az alkú? Neked tudom, hogy vannak jó, jó... Tudtam, hogy ez lesz a következő kérdés. Hánytól lesz körülbelül? Nem tudom. 6, 5, 6 körülbelül. Igen, valami ilyesmit egyébként megpróbáltunk Hollandnál, hogy pénzt ajánlunk, játékost, meg kölcsön esetleg. Ja, ja, ja. Ezeket meg kell nézni valahogy. Az a szerencsénk egyébként, hogy még van vissza egy kevés idő az átigazolási időszakból elvileg, úgyhogy... Úgyhogy nem kell annyira aggódni. Éppen hazapöccintjük Terstégennek. Hát ez egy borzasztó kirúgás volt. De Aguero megint nagyon jó helyezkedik. Na ezért nem mindegy, hogy kijátszik ugye ott elől, csatárposzton. Erről van szó. Ekkora labdát kapott Alexis, te kurva élet. Visszanézzük. Gyerekek. Atya úristen. Tanári! Mi az, hogy onnan könnyű? Mi az, hogy onnan könnyű? De itt nem csak a gólt kell nézni. Hát nézzük az egész akciót. Honnan indul? Aguero itt remekül helyezkedett ugye középen, hogy visszalép a labdáért. Pedri, ugye? Aguero kilép, hopp, hopp, hopp. Szépen lekezeli, leteszi Tiágónak, és ezt figyeljétek. Tiágó itt szépen elkezdi főhozni a labdát. Sánchez megrúgja. Sánchez gyönyörűen úgy veszi át a labdát, hogy már szinte helyzetbe kerül. És hát... Fati gyerek bemozog. Kirúgjuk a nem létező helyet. És ennyi. Hoppá. Oda mellé mentünk. De ezt kéne még amúgy följavítani. Fölfejleszteni. Azta. Azért ez elég necces volt, valljuk be. De ezt a túloldalra, hát... Na, Fati fejelni is tud. Ez a gyerek szerintem nagyon... Nagyon egy csalókártya egyelőre. Nagyon durván. Szerintem. De ezt! Hát olyan lassan ment oda a kamera, nem tudtam, hogy mi fog ott történni. Zinchenko, hát ez gyerekek! Simán! Mintha egész életében ezt csinálta volna a fiú. Hoppá. De kicsit rossz helyre húztuk azt a kart. Zinchenko, milyen lassú, azt figyeld! Ezért volt ő rossz igazolás szerintem. Ó, gyerekek. Hoppá, Pedri. Ho-ho. Gyerekek, nagyon élünk. Araujo! Mekkora szerelés volt. Jó van, zavartuk. Jó van. Valami ilyesmit már próbáltunk amúgy, hogy belevontuk az üzletbe Depay, de nem érdekelte a Dortmundot ez. Az. Azt mondták, hogy meggondolják, aztán végül visszadobták, hogy 220 millió. Vagy semmi. Hát... Én még akkor megmutattam nekik a középső ujjamat. Úgyhogy... Szomorú. Nem tudsz belépni Social Clubba. 5 óráig van időd, Ernő. Hogy csak nyugodtan türelme. Hogy bepucsított De Jong? Hát ez mi volt? Ah,
inkább Thiago rúgja. Hát ilyen pucsítás, öregem. Még egyszer szeretném meglátni. Araújo! Nem tudok én szögletet rúgni. Totál impotens vagyok szögleteknél. Pedri! A bajusz király! Van bajsza. Képzeljétek el. De rosszul emlékszek? Foci van ma, kérem! Így fog a Fradi is menni. Majd 50 év múlva. Mikor én leszek az edzőjük. Gyönyörű! Szép! Jól játszik a csapat! Nagyon jól játszik a csapat, úristen! Nagyon szép! Le a kalappal! Fatinak olyan szemöldöke van, mint hogyha rendszeresen járna kozmetikushoz. Nem? Mint hogyha a fekete filccel így ki lenne húzva, emelve. Ez igaz mondjuk, Robo papi. Ez igaz sajnos. Mindössé edvező, ugye? Látha most nagyon rajtam van, hát nem igaz. Elmentem a reggel boltba. Na meg kellett szólnom, nem tudom, olyan helyzetbe került, hogy meg kellett szólnom. Szerintesen megijedtem, mondom, basz meg, mi ez az orhang? Úristen, megijedtem saját magamtól, amikor megszólaltam. Mondom, hát hogy van ez? Nem olyan, mert mindjárt elmúlik. Röpke 3 óra még. Meg kell szólalni a volt. Valami volt, nem tudom már pontosan. Köszöntem, gyanítom, hogy valami ilyesmi. Cheers, Alex. Pedri. Thiago. Just knocking it around, looking to carve out a chance. Jaj. Haj van. Jaj. Mi van? Mondja Totyika, mi történt? Valami gáz van? Aranylandás letté? Jaj, de átlátszó volt, úristen. Ha mit hitté? Alibi mester. Ezt a pancsert. It's Barcelona facing Sevilla. Thiago. Jó, alakulunk. Alexis Sanchez. Moving the ball effectively, looking for the right moment. Oh, but they've lost it now. Ez azért jó egyébként itt a szélső védőket de nagy hiba volt ez. Azért jó a szélső védőket főküldeni támadásoknál, mert... Mi? Zinchenko, mit csinálsz? Atya világ. Szép, de jó. Gyönyörű. Óriási spéler. Alexis! Fati! Hogy fut ez? Ez tiszta csalás ez a gyerek, fixen mondom. Jézus! Na jó! Mi volt ez a sprint? Ez a srác hogy tud úgy futni?
Ez egy igazi csaló gyerek. Diágo fejesét pedig a kapus végül védeni tudta. Szép volt. Mi nem cserélünk egyébként továbbra sem. Csak úgy berúgom a labdát, az kész. Jó van az úgy, most nem akarok itt állítgatni mindig. De jó, milyen jó mozog. Zinchenko! Basszus, gyerünk! A kis ukrán! Hogy dühöng! Ez én bírom őt! Olyan szívós, mint egy porszívó. Élelmetes. Az mi volt? Kapus átment a csapattársán. Oh. De miért oda? Elgáncsolta a gyereket ott középen. De hát labda nélkül volt. Ezt is figyelik már. Vicc. Nyugi, de ezt ott a jobb szélen mit akar ő? Az meg. Hát a füstön alatt a gyepszőnyeg úgy futott fölfele, hát gyerekek, azért mindenáron nem áll. Ne csináljuk itt a feszültséget, jó? Ráérünk, 1-0-ra vezetünk, nyugodtan. Sánchez most kap egy óriási labdát, amit szokásosan elront. Azt lenne jó még amúgy megnézi, hogy... De Jong! Utolsó pillanatban átváltottam inkább De Jongra, hogy oda menjen a labda, mert Alexisnek akartam a jobb szélre, de mondom, ott a De Jong! Mert a védő úgy mozgott, pont. Megváltoztattani végül is a virágát. Itt látható. Nézzek, Alexis. Mi volt? Hát, ja, igen, ott furán fedezte a srác a passzsávokat. Gyönyörű. Ez így van, Kevin. Óriási. Ezt a Barcelonát a Premier League-be kellett volna átrakni, nem? Hogy legyen valami kihívás. Ajjaj. Nagyon jó a védelem. Élelmetes. Mondtam, nagyon jó a védelem. Ennyi. Ter Stegen, hozza, amit kell. Gyönyörű. Jól van, apukám, így kell. Iniesta kellene még ebbe a csapatba, pedig amúgy igazoljuk le. Áj, de hova rakjam? Sergio Dest. Thiago. Well, it must be mighty annoying when you can't get near the ball. De... Jaj, hát gondoltam volna... Jézus már, az igen. Cruise control here, Stuart. Your reflections on their performance. Yeah, clearly the better side. Obviously being fantastic up front, but it's their work ethic. Ajaj, ez a Dest, hát annyira lelkesen szaladgál föl a szélen. Ja, Istenem! Az Zinchenko, gyerünk, valami jó mozdulat! Az is szép! Aguero ki a szélre, szépen, jól van, Dest, végre egy normális játék tőle! Aguero, hát itt ez, én voltam. Én voltam a hunyó, De Ligt! Nagy versenyfutás a labdáért! De Ligt! Hey! Jött a belépő, pedig a becsúszás. Araújo szépen testtel akadályozza. Jó van. Ja, Messi.
Szép lenne. Na. Kettő kapura lövése volt az ellenfélnek. Basszus, nagyon megyünk. Kíváncsi ezek, hogy majd egy jó csapat ellen mi lesz. Mondjuk egy Valencia, Betis, Sociedad. Le agradezco que haya aceptado el contestar. Sevilla, Atlético, azért. Vigyázzuk el. Hát azért FIFA-ban nem lehet olyan nagyon nagy labdabirtoklást kiépíteni szerintem. Nincs rá elég idő, szerintem. Nem? Meg az a baj, nagyon pörgős, tehát itt nem lehet csak úgy. Na. Jó van. Kihazudtuk magunkat. Muchas gracias por su tiempo y sus respuestas. Muchas gracias, prego, sinte ore. Cuentas, puta madre. Gyerekek! Micsoda! 50 milliót ajánlott a Monaco? Na gyerekek! Lehet, hogy most meg lesz Haaland. 145.000-es fizetési kerete van. Fizetése van. Most akkor ebből még 50, hát ilyen 60 milliót jó lenne keresni vele, és akkor talán lenne esély, talán lenne nagyon esély arra, hogy Hollandot leigazoljuk, az nagyon nagy volna még. Gyerekek! Ja, itt van, gazdag a Monaco. Nekik óriási erősítés volna ez a Longley. Én úgy gondolom. Hatvan az korrekt, nem? Kereke 60. Várjál, ott hagyom a névjegyem. A biztonság kedvéért azért. Mondjam, hogy 60 és... Ujjajjá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 jj
Fogad-e? Jó! Oké, korrekt! 51,5. Nem, akadozunk. Elfogadjuk szépen. Visszát! Szevasz! Alright! Meggyőztél, apukám! A süket dumáddal, te rohadék! Jól van! Szevasz! Még a Braithwaite-től kéne megvárni, meg a Depay-tól, de nagyon. Nagyon. Jó, ezt megvárjuk most már. 31-e lesz az átigazolási időszak utolsó napja! Jézusom! És mi lesz akkor, hogy a Depay itt marad? Akkor nagy dráma lesz. Tényleg lassan a B csapattal is kéne játszani egyet. Sose fejlődnek. Na hát a Bilbao azért eladta, illetve megvásárolta Aaronst, Pepit, Mambimbit, Unast, Nöguettét, ha egyáltalán jól mondom. Az Atletico megvásárolta Simonst, Xavi Simonst talán, nem tudom, Kramaricot, és eladta Vesaikót, Correát és Herrerát. Az igen. Osasuna is adott el rendesen. Ámint így pénzbe. És a Barcelona is. Ja, ezek mi vagyunk. Ja, hát igen, eladtuk Piquet, Busquetset, Albát, Robertót és Umtitit. Többi meg is a fél szerintem. Megvettük Sanchez-t, Thiago, Deligtet és Zinchenkót. Hát, ja, oké. 53 milliós mínuszban vagyunk. Jó lenne ezeket a spanyol csapatokat megerősíteni. Mbappé és Csukwueze.
érkezett a Betishez. Várdádót eladták, Moreno, Tejót. Ó, jaj. Aha. Na nézzük a Real Madridot. Megvették Hummelst és Luke Shaw-t. Majd távozott Vázquez, Bale, Asensio és Valverde. Hát kapaszkodjatok meg! Azért az komoly! Ilyen játékosokat eladtak. Úristen. De Jong. Eladták De Jongot ezek szerint. Aha. Hát semmit nem ér. Leigazolta a Valencia. Gyanítom, hogy Patrick Bamford a Leeds-től. Bamford. Maradjunk ennyiben. Majd Tejót is megvásárolták. Villarreal Dahoudot, Salviót megvette. És távozott Gomez és Csukwueze. A New-nál van egy Next Generation 2021 szokat, te nézem meg. A PSG igazolta le egyébként Lucas Vázquez-t. Jaj. Menjek vissza a fő oldalra. Igen. És a harmadik kép jobbra. Itt a top deal? Top deal? Vagy mi? Merre? Harmadik kép. Hát melyik a harmadik kép? Ne haragudj, hogy ennyit értetlenkedek. Szia, Maikon. Csak tényleg szeretném megérteni. Valami, most nagyon elbeszélünk egymás mellett. Most eltűnt. Menjek vissza a newsba. Ott, ahol most vagyok. Aha, és itt gondolom? Itt ajánlgatják föl. Csak már nincs itt. Aha, de hogyha ide rámegyek, skacok, akkor azokat a híreket itt meg kell találni. Itt van! Ez az. Erre gondoltál, Rossonero. És nem tölt be? Azaz. Gyönyörű. Next Generation. Nagyon jó. Cooper. Őket föl kéne rakni a listánkra? Esetleg? Jó, írjuk föl őket szerintem. Vagy megjegyezzük őket? Valaki jegyezze meg, én megjegyzem a Colvint. Valaki jegyezze meg a Coopert. Cing. Rosszul írod, te megjegyzed a Coopert. Maikon a Cinget. Nagyon jó. Mahon pedig valaki. Valaki. Önhatalmulag. Beáldozza magát.